Nos, szép jó reggelt kívánunk mindenkinek! Nagyon nagy boldogság, hogy egy olyan rendezvényen vagyunk jelen, amin jelen vagyunk. Hát azt hiszem, hogy ez az elmúlt tizen pár hónapban nem nagyon került sor, hogy akár csak ilyen kisebb létszámban, de személyesen vagyunk jelen egy szakmai rendezvényen. Szeretettel köszöntjük azokat is, akik az online közvetítést követik nyomon. Ők körülbelül 2,5-szer annyian vannak, mint akik itt a teremben jelen vannak. A kábítószerellenes világnaphoz kapcsolódik a kábítószerügyi civil koordinációs testületnek ez a rendezvénye. A dián láthatjuk, hogy mi a kábítószerellenes világnapnak az ez évi szlogenje. Nagyon jó szlogent választott a UNODC számunkra. A rendezvény, amikor a rendezvényt elkezdtük tartalmilag tervezni, akkor elképzelésünk sem volt arról, hogy mi lesz a kábítószerellenes világnapnak a szlogenje, de minden esetre nagyon jó szlogent választottak, valamelyest illik ahhoz is, amiről a mai napon szó lesz. Noha a jelenlévőkkel mind van személyes ismeretségem, elmondanám, hogy Felvinczy Katalinnak hívnak, a kábítószerügyi civil koordinációs testület nevében szólalok most meg, és próbálom néhány gondolattal bevezetni ezt a mai rendezvényt, ami a függőséggel kapcsolatos szakmai diskurzus témakörében szerveződik, milyen versengő vagy egymást kiegészítő elképzeléseink vannak a függőségek teoretikus értelmezésével kapcsolatban, és ezek az elgondolások milyen mértékben befolyásolják a mindennapi terápiás praxist. Tulajdonképpen ezeket a kérdéseket szeretnénk körbejárni. A rendezvény során 3 előadás hangzik el bevezetésképpen. Ez a 3 előadás egy tágabb kontextust próbál teremteni, illetőleg bizonyos speciális kérdéseket vizsgál. Akik olvasták a kiajánlót, azok nyilván fel tudják idézni, hogy a tágabb kontextus megteremtése mellett egy kicsikét ennek azt az aspektusát is vizsgáljuk, és arra is kíváncsiak vagyunk, hogy a függőségekről alkotott elgondolásainkat miképpen befolyásolja a viselkedési addikciók területén befolyásolják a viselkedési addikciók területén tapasztalható elmúlt pár évben, évtizedben tapasztalt előre haladások, fejlődések, kutatások, tapasztalatok. És a 3 előadást követően pedig azt szeretnénk, hogyha azok a képviselői a szakmának, akik a gyakorlatban vesznek részt valamilyen terápiás rezsimben, alkalmaznak valamilyen fajta koncepciót a függőségek értelmezésével összefüggésben, ők hogyan reflektálnak azokra a dolgokra, amik itt elhangzottak az előadásokban, illetőleg, hogy őnekik milyen tapasztalataik vannak, és a tapasztalataikat meg tudják osztani velünk, ennek érdekében bizonyos kérdéseket fogalmaztunk meg előzetesen, amely kérdéseknek némelyikére azt reméljük, hogy a megszólalók reflektálni fognak. Ez nem kötelező természetesen, hogy a kérdésekre reflektáljanak a megszólalók, de minden esetre azt szeretnénk, hogyha ezek a kérdések valamelyes ívet adnának, és ívet biztosítanának ehhez az egész szakmai diskurzushoz. Technikai kérdésekkel kapcsolatban azt szeretném elmondani, hogy körülbelül egy 1,5 órát fog igénybe venni ez a 3 előadásból álló blokk. Ezt követően lesz egy kávészünet gazdagon elnevezésű rendezvény, ami a Kossuth Klub földszinti helyiségeiben, illetőleg az udvaron kerül megrendezésre, úgyhogy erre sok szeretettel hívjuk a jelenlévő résztvevőket. És a gazdag kávészünetet követően lélekben és testben megerősödve fogjuk folytatni a beszélgetésünket, és akkor kerül sor majd a felkért hozzászólóknak a megnyilatkozásaira, és nagyon reméljük, hogy azok, akik esetleg nem felkért hozzászólók, de jelen vannak, azok szintén be fognak kapcsolódni ebbe a diskurzusba. Kérdezem, hogy azok, akik nincsenek itt, azok valamilyen módon reflektálni tudnak-e az elhangzottakra, mert ezt nem beszéltük meg. Tehát chatben vagy valahol azok, akik nincsenek jelen, azok is az észrevételeiket meg tudják fogalmazni, és majd igyekszünk ezekre is reflektálni. El kell még mondanom, hogy a rendezvényt elsősorban a Kábítószerügyi Civil Koordinációs Testület szervezi, de megrendezését támogatja
a Segítsd, ne büntesd, józan, racionális drogpolitikáért kampány, ami egy globális kampány, és ami a világ valamennyi országában, vagy nagyon sok országában zajlik jelen pillanatban, részben kapcsolódva a kábítószerellenes világnapnak a különböző egyéb eseményeihez. Szóval nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtátok a meghívásunkat, hogy itt vagytok, és hogy azt reméljük, hogy egy izgalmas és tartalmas diskurzusnak lehetünk a részesei, és fel is kérném akkor az első előadónkat, Sárosi Pétert, aki egy globális kontextusban fogja bemutatni nekünk, hogy a függőséggel kapcsolatos koncepciók miképpen alakulnak a világ különböző pontjain, kiváltképpen az Egyesült Államokban.